Aki járt a levéltárba korábban, ebbe az épület részbe járt. 1980-tól mostanáig ott működött a levéltár. Közben természetesen a raktárgondok növekedtek, hisz a levéltár mindig is raktárhiánnyal küzdött. 1997-ben, amikor az Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat, vagy másként Palócker kiköltözött ebből az épületrészből, akkor alakítottuk át ezt egy 5500 iratfolyóméter befogadó raktárra. Levéltári negyed. Így nevezik maguk között az átalakítás után sorba birtokba vett épületrészek együttesét a munkatársak. Az intézménnyel megismerkedhettek most a meghívottak körében többek között a pedagógusok is, hiszen a jövőben még nagyobb szerepet és teret kap itt az oktatás. Sebestyén Kálmán igazgatóhelyettes éppen az egyik oktatóteremben mutatja be a birtokba vétel folyamatát és az épületrészek nyújtotta lehetőségeket. Aztán váratlanul 2014-ben meglódult a szervezés, és a volt hadkieg épületét is megkapta a levéltár, így át kellett tervezni újra az egészet, hogy ilyen körülmények közé kerülhessen ez az oktató terem is. És úgy tűnik, hogy körülbelül egy 15-20 évre a raktár problémánk is megoldódik, hisz ebben a részben körülbelül 5000 iratfolyómétert tudunk elhelyezni. Végeredményben, amikor ide költözött a levéltár 68-ban 1150 iratfolyómétert anyagot hozott, most ebben a raktár egységben a tízszeresét, tehát körülbelül 11 000 iratfolyómétert tudunk elhelyezni. Nem annyi van, tudunk elhelyezni. A levéltár közel 50 millió forintból fejlesztette oktatási képzési szerepét az utóbbi időben. Az eszközfejlesztés mellett ruhatárat, öltözőt, akadálymentesített vizes blokkot is építhettek. Az oktatási terek nagy része az első emeleten kapott helyet. Az első emeleti tér az, ahol azt a közösségi teret kialakítottuk, ahova várjuk az érdeklődőket, az iskolákból hozzánk érkezőket. Itt az oktatóteremben is új bútorzattal, illetve olyan informatikai eszközökkel állunk a rendelkezésre, amely úgy gondolom, hogy a 21. századi elvárásoknak megfelelő mind a pedagógusok, mind pedig a diákok részéről. Ahogy látják is, itt kollégáim kikészítették azokat az eszközöket, melyeknek megvásárlására sor került, tehát a digitális tábla, a szavazórendszer, laptopokkal tudunk a gyermekek rendelkezésére állni, amelyeken azok a szakmai anyagok készülnek el, amelyet majd szeptemberben szeretnénk majd mint egy csomagként a pedagógusok az iskoláknak a rendelkezésére bocsájtani, hogy melyek azok a típusú órák, amelyekre várjuk a gyerekeket, amelyekhez hozzá tudunk az oktatási programhoz is kapcsolódni, illetve amelyhez többet tudunk adni, mint ami esetleg a történelemkönyvekből a gyermekek számára elérhetővé válik. Az új eszközök közé tartozik két virtuális tér berendezése, ahol a raktárban tárolt anyagok között is nézelődhet a látogató. Az első ilyen lehetőséggel már a földszinten találkozhatnak a vendégek. Az új épületrészekben már bőséges helyet kaphatnak az időszaki kiállítások is. Három kiállítás valósult meg a földszinten a világháború centenáriumához kapcsolódóan. Az első világháború kezdeti szakaszát mutatjuk be itt a Nógrád megyéhez kapcsolódó eseményeket, illetve a Nógrád megyei iratoknak a tükrében mutatjuk be ezeket a kiállításokat. Itt az oktatóteremben egy család életéhez kapcsolódóan létező, illetve hát egy ember élethez kapcsolódóan keletkező iratoknak a másolatait állították össze kollégáim, illetve a restaurátor műhely, amely szintén alkalmas lesz óráknak a tartására, illetve bemutató foglalkozásoknak a megtekintésére, ott pedig a restaurálás folyamatához kapcsolódóan tekinthetnek meg kiállítást. Azt mindenképpen szeretném, hogy tekintsék meg ezeket a kiállításokat, vigyék jó hírét a levéltárnak, és szeptemberben pedig mindenképpen várjuk az iskolák képviselőit, és
együttműködési megállapodásokat is kötöttünk, írásban is rögzítettük ezeket a lehetőségeket az iskolákkal, de természetesen írásos megállapodás nélkül is mindenkit nagy szeretettel várunk.